A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntök mindenkit, 1996-ban járunk. Ebben az évben a bruttó átlagfizetés 46.837 forint volt. De sokaknak ez nem volt elég, ezért ők a maguk módján egészítették ki a fizetésüket. Az ünnepek alatti aktivitás után fellélegezhetett a rendőrség. Az elmúlt napokban viszonylagos nyugalom jellemezte a bűnözési frontot. Augusztus 27-én csak a Vidán Parkot látogatták meg ismeretlenek, ám nem szórakozni akartak. Működésüket a Dodge épületében lévő híradástechnikai cikkek és magnókazetták bánták. 70.000 forint értékben. 28-án egy Halász utcai lakás és egy Mártírok úti itallerakat betörés rontott a statisztikán. Előbbi esetnél 150.000 forintnyi emlékérem, utóbbinál 15.000 forint értékű dobozos sör és üdítő volt a zsákmány. 29-én a sörháztéri Albatrét Kft. Volt a célpont. Innen kazán alkatrészek tűntek el 40.000 forint értékben. A hétvégén új erőre kapott az autófeltörési láz. 30-án a Videóton stadion parkolójában egy Ford 22.000-et érő magnós rádióját emelték ki. 31-én az Interák parkolóban egy Lada Samarában hagyott női táska 42.000 forint értékű osztrák siringel és iratokkal került az új tulajdonoshoz. 30-án autólopási kísérletet akadályozott meg a rendőrjárőr. Ez Tibor és a fiatalkorú P. Miklós, akik Érdről érkeztek Székesfehérvárra, este 6 óra és éjfél között a Budai úton próbáltak meg autót szerezni, nem vásárlással. Vesztükre a járőr a helyszín közelében elfogta őket. A két gyanúsított őrizetben várja a további fejleményeket. Ez volt már a napi retro, nem sokára ismét találkozunk valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.